A tavalyi búzatermésnek mindössze a 30%-a volt megfelelő minőségű ahhoz, hogy étkezési búza legyen belőle. Ez az idei évben megváltozott, és az összes termés megközelítőleg 70%-a malmi búza lett. Mivel a liszt minősége is megfelelő, egyelőre nem mozdultak az árak. Miután a termés az jó minőségű volt, és a malmok nem jelezték még pillanatnyilag, hogy áremelés lesz, illetve úgy gondolom, ez majd a októberi, novemberi időszakban fog kialakulni, hogy ennek a lisztnek a árváltozása be fog következni, vagy nem. Jelen pillanatban ugyanannyiért kapjuk a lisztet, mint tavaly, tehát igazából ebből következik, hogy mi pékek sem fogjuk változtatni a pékáruknak az árát. Az egészséges táplálkozás egyre népszerűbb, és ez a pékáruk keresletében is észrevehető. Egyre több durumrozs és magvas termék kerül a pékségek polcaira. Összességében már a fehér kenyérből szinte kevesebbet adunk el, mint a rozskenyerekből. A rozskenyerekből is már szénhidrát csökkentettünk is van, nem csak sima rozskenyér, és szeretik az emberek, tehát nagyon odafigyelnek nem csak a cukorbetegek, hanem akik úgy az egészséges életmódot is figyelembe veszik. Vannak magvas kenyereink, bagettjeink, nagyon szeretik, odafigyelnek az emberek, hogy mit esznek. A Pékszövetség védjeggyel látja el a magyar tulajdonú és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő üzleteket. Rövidesen a pékségek bejáratán és a kenyereken is megtalálható lesz a védjegyeztetett címke.